reggelt kívánok! Önök az ATV rövid reggeli hír összefoglalóját látják 7:30-kor. Üdvözlöm Önöket! Humor csinálni abból, ami nem csak Magyarország, hanem az Unió komoly problémája, a készítőket minősíti, mondta Kovács Zoltán a ma reggeli Startban a kormány bevándorlás ellenes plakát kampánya kapcsán készült mémekről. A kormány szóvivő hangsúlyozta a kampány állásfoglalás és figyelmeztetés egyszerre, és nem csak a munkahelyek védelme fontos a kormány számára, de figyelmeztetik az érkezőket arra, hogy a törvényeket is be kell tartani, és tiszteletben kell tartani a kultúránkat. Kovács Zoltán szerint a menekülteket felkészítik az embercsempészek arra, hogy mit kell mondani, azért, hogy ne toloncolják ki őket. A kormány szóvivő hozzátette, az unió jelenlegi eljárásai lassúak a helyzet kezelésére, és szerinte ez a probléma előbb-utóbb nálunk landol majd, mert az uniós országok ide fogják visszaküldeni a menekülteket. Ha kell, akkor évtizedekig nem lesz Magyarországon euró fizetőeszköz. Orbán Viktor a Napi Gazdaságnak azt mondta, hogy ha a kormány megfelelő pénzügyi, a Nemzeti Bank pedig jó minőségű monetáris politikát folytat, akkor a nemzeti valuta egy 10 milliós országban kifejezetten erőforrást jelent. A Jobbikról azt mondta, hogy veszélyes Magyarországra nézve, ha bár ezt a veszélyt nem szabad eltúrózni, majd elválik, pünkösdi lesz az ellenzéki oldalon megszerzett királyságuk, hangsúlyozta Orbán Viktor. A multikulturalizmusról pedig úgy vélekedett, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy Magyarország ettől megmeneküljön. Szívesen látjuk a nem keresztény országokból érkező befektetőket, művészeket és tudósokat, de nem akarunk velük a nagy néptömegek szintjén összekeveredni, hangsúlyozta a miniszterelnök. Az együtt az összes olyan óriás plakátot tönkretenni, amelyik a bevándorlásról szól, a párt szerint ugyanis a kampány gyűlöletkeltő. Ha kell, akkor a büntetéseket is kifizetnék. A liberálisok azt mondják, Magyarországnak kellene példát mutatnia az ügy kezelésében. A kormány szóvivő szerint azonban az ellenzéki pártoknak kellene elárulniuk, hogy a kampány melyik részével nem értenek egyet. Ez lesz a sorsa ezeknek a plakátoknak. Nyilvánosan tépte darabokra Hajdun óra annak az óriás plakátnak a másolatát, amelyet a kormány a nemzeti konzultációval párhuzamosan akar az ország több pontján is elhelyezni. Az Index egyik olvasója küldte a képet, abban a nyomdában fotózta a tervet, ahol a plakátokat készítik. A felirat pedig, ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Hajdun óra szerint Orbán Viktor és a kormány újabb erkölcsi mélypontot ért el, kampányuk pedig hazugságra és gyűlöletre épül. Az Együtt szégyen teljesnek tartja a plakátkampányt, ezért már el is kezdték a mozgósítást. Az Együtt egy mozgalmat szervez, az ifjúsági szervezetünkkel együtt, amiben arra buzdítunk mindenkit, hogy amennyiben ezek a plakátok kikerülnek az utcára, akkor ezeket szaggassák le, írjanak rá a tetejére, ne hagyjuk, hogy ez a gyűlöletkeltő hangulat eluralkodjon ebben az országban. Azt gondoljuk, hogy a menekült kérdésben is egy szolidáris Európát kellene megvalósítani. Szükség esetén a bírságot is kifizeti az Együtt. Egyébként hallani az, hogy kudarc a nemzeti konzultáció. A Magyar Liberális Párt felháborítónak tartja a kampányt, amely szerintük gyűlöletkeltő. Fodor Gábor úgy vélte, Magyarországot megint lejáratja az Orbán kormány. A liberálisok elnöke azt mondta, Magyarországnak kellene példát mutatnia ebben a kérdésben. Magyarországnak, annak az országnak, amely a saját példáján, saját történelmén keresztül tapasztalta folyamatosan, és tapasztalja most, ahogy százezrek hagyják el az országot, hogy mennyire fontos, mennyire lényeges az, hogy emberséges módon, befogadó módon viszonyuljanak a menekültekhez, ezt Magyarországnak példaszerűen kellene csinálni. A sajtóban már napvilágot látott, illetve ismerté vált plakátok szövege az egyszerre állásfoglalás és üzenet. Kovács Zoltán szerint úgy fogalmazták meg az üzenetet, hogy mindenki értse és biztos abban, hogy a lakossághoz és az embercsempészekhez is eljut majd. A szóvivő a kampánnyal kapcsolatban korábban azt mondta, aki az országba érkezik, annak tiszteletben kell tartani az ország és az unió kultúráját, illetve törvényeit, és nem veszélyeztetheti a magyarok munkahelyét. A nagy fokú és sokat kritizáló ellenzéki pártok figyelmét azért arra felhívnám, hogy talán érdemes lenne saját magukban rendet tenni azt illetően, hogy a három felvetés, illetve állásfoglalás kapcsán melyikkel nem értenek egyet. A tájékoztató kampány nettó 300 millió forintba kerül, a nemzeti konzultáció kérdőíveit eddig 300 ezeren küldték vissza. Hibáztak a broker botrányban érintett cégek könyvvizsgálói. Ezt állapította meg vizsgálatában a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozó Közfelügyeleti Hatóság, írja az Index. A hírportál szerint a könyvvizsgálók több esetben nem az előírásoknak megfelelően mérték fel a broker cégekre jellemző kockázatokat és a folyamatokba épített kontrollokat, illetve a kontrollok hatékonyságát sem tesztelték.
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a könyvvizsgálók nem minden esetben rendelkeztek elegendő szakmai képzettséggel a bonyolult informatikai rendszerek vizsgálatához, ennek ellenére nem vettek igénybe szakértőket. A miniszterelnök 3 lépcsős személyi szerkezeti átalakítást tervez, ami a novemberi Fidesz kongresszusig le is zajlana, tudta meg a Heti Válasz. Változások lehetnek a Fidesz frakció élén, a kormányban és a pártban is. A lap információi szerint a képviselőcsoport élén Rogán Antalt egy újonc válthatja. Rogán Antalt már úgy emlegetik, hogy ő lesz a kormányfő kabinetfőnöke. A múlt pénteki beszédében Orbán Viktor meghirdette a fordulatot, amikor nyíltan beszélt a kormányzati hibákról, és az urizálás szankcionálását is szóba hozta. Orbán Viktorhoz fordul a Magyar Orvosi Kamara az egészségügy helyzete és az azt érintő jövő évi költségvetés miatt. Éger István szerint egyre kevesebbet költenek az intézményrendszer fenntartására. Úgy látja, folytatni kellene a béremelést, mert a szakemberek meg nem becsülése és a szakember hiány olyan elviselhetetlen mértékeket ölt, ami már a mindennapi betegellátást veszélyezteti. A kamara szerint az egyetlen járható út az érdemi tárgyalásokat követő értelmes megállapodás, amit a most készülő költségvetés miatt egyre sürgősebbnek tartanak. Ez a helyzet, ami most kialakult, ez olyan módon eszkalálódhat, ami már messze túlmutat az egészségügyi rendszer problématikáján. Tehát az Magyarország egyéb eredményeit veszélyeztető problémával növi ki magát, az egészségügyi ellátórendszerét, az abban dolgozók sanyarú helyzete. MP szerint az ígéretek ellenére sem jut több pénz az oktatásra jövőre, a kormány pedig becsapja az oktatásban dolgozókat. A párt szakpolitikusa azt mondta, a kormány csak 4 év alatt adja oda a tanároknak a beharangozott pedagógus béremelést, de mivel nem nő az oktatás egészére fordítható keret, máshonnan kell előteremteni a béremelésre szánt forrást. Szerint a fenntartási és működési költségeket kell majd az intézményeknek lefaragniuk. Ez az utóbbi években is hiányt szenvedett a fűtéstől a krétákig. Kismértékben ugyan nő a pedagógusoknak a büdzséje, a pedagógusoknak a bére szeptembertől is, ugyanakkor az oktatás teljes büdzséje nem nő, a forrásokat befagyasztották. Ez azt jelenti, hogy egy olyan keretből kell megvalósítani a növekedést, ami keret nem nő, tehát valami másnak a kárára történik. Csepregi Nándor helyettes államtitkár szerint az Altusz hazudott, amikor azt mondta, hogy nincs politikai összeférhetetlenség, pedig nyilvánvalóan van. A fejlesztéspolitikai helyettes államtitkár Lázár János és a regionális politikáért felelős főigazgató keddi tárgyalásáról az Egyenes beszédben azt mondta, rendkívüli módon felpaprikázott hangulatú volt. A kormány szerint az Európai Bizottság tiltott pártfinanszírozásban vesz részt, mivel Gyurcsány Ferenc az Altusz pénzéből támogatta a demokratikus koalíciót. A tagállam joga, hogy a tiltott pártfinanszírozást vizsgálja, márpedig az Altusz az összeférhetetlenségi nyilatkozatban nem vallotta be a politikai szálat, vagyis azt, hogy Gyurcsány Ferenc a tulajdonosa. A kormány a megbízás visszaadására kéri az érintettet. Nagyvonalú gesztus lenne, amit miniszterelnök úr megtehetne. Amennyiben ezt megtenni, akkor egy nagyon éles konfliktust oldana fel Magyarország és az Európai Bizottság között, ami abból fakad, hogy az Európai Bizottság konkrétan finanszírozást nyújt egy cégnek, amely cégnek a tulajdonosa egy vezető magyar ellenzéki politikus. Nem lenne ez a kérdés máshogy akkor sem, hogyha az Európai Bizottság egy fideszes politikus cégének tenné meg ugyanezt a kérdést. Feloszlatta a szombathelyi Fideszt a párt országos választmánya, tudta meg az Index. A portál információi szerint a helyi fideszes vezetők kicsapongó életmódja és megbotránkoztató viselkedése miatt döntött így a választmány még április végén. Az Index úgy tudja, hogy a helyi szervezet feloszlatását Hende Csaba választókerületi elnök javasolta. A portál szerint a feloszlató határozat konkrétan nem mondja ki, de céloz a tavaly kirobbant kábítószerügyre. Egy éve egy olyan videó került nyilvánosságra, amelyen állítólag a város korábbi alpolgármestere, Lazár Viktor látható, amint kábítószert fogyaszt egy hajón. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogelődjénél kaptak a legtöbben pénzügyi segítséget a végtörlesztéshez 2011-ben, számolt be róla a hvg.hu. A cikk szerint az egykori Nemzeti Erőforrás Minisztériumában összesen 16-an kaptak munkáltatói kölcsönt. Az LMP kérdezte meg a tárcákat. Összesen 4 minisztériumban nem adtak semmilyen kölcsönt vagy támogatást, ilyen volt a Honvédelmi Minisztérium. Fazekas Sándor tárcájánál 3, míg a Nemzetgazdasági tárcánál 5 munkatársuknak segítettek.
előbbinél összesen 19, utóbbinál pedig összesen 24 millió forintnyi kedvezményes hitelt kaptak. A FIFA 2013-ban menesztett végrehajtó bizottsági tagja már az 1998-as franciaországi világbajnokság idején is fogadott el kenőpénzeket, írja a BBC. A 70 éves Chuck Blazer a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ellen jelenleg is zajló nyomozás egyik koronatanúja. Blazer 2013-as őrizetbe vételekor árult el, hogy már 17 éve is megvesztegették, akkori vallomása most került nyilvánosságra. A súlyos rákbeteg volt futballvezető, állítólag FIFA tagsága alatt 15 millió dollárt tett zsebre illegálisan. Mint ismeretes, annak ellenére, hogy a FIFA múlt heti kongresszus előtt a szervezet több tagját is őrizetbe vették, Sepp Blattert ismét elnökké választották, két napja azonban kiderült, hogy a szövetség több tételben összesen 10 millió dollárt utalt a nyomozás egyik érintettjének, a FIFA korábbi alelnökének. Blatter ezután bejelentette a lemondását. Gyenge hidegfront éri el az országot, ezért az ország nyugati és középső részén megerősödik a szél, és zivatarok várhatóak. A hirtelen lezúduló sok eső miatt csúszhatnak az utak, vezessenek óvatosan. Most nézzük, milyen korlátozások várnak a fővárosban autózókra. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőit, kollégáim! A város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. A Margit körút, Békán utca, Szénatér közötti szakaszán a Margit híd felé csak egy sáv járható. A Kóskároly sétányt lezárják a Hermina út és a Hősök terek között rendezvény miatt. Liget Fesztivál lesz. Kerülni a Hermina út, Állatkerti körút, Fősök tere útvonalon, illetve a Hermina út, Ajtós időrásod, Dózsa-György út útvonalon lehet. Filmforgatás miatt forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben az Operaház környékén 18 órától reggel 6 óráig. A Révai utca ideiglenesen Zsák utca lesz, az autósoknak a Dobó utcán keresztül terelik el. A Lázár utca megközelítésével a Bajcsy-Zsilinszky út felől lehetséges. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok! A híradó után azonnal folytatódik a Start, illetve kezdődik majd a Start Plusz. A következő témákat és vendégeket elmondja önöknek most Mészáros Antónia. Szervusz Gergő, igen, köszönöm. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője lesz a következő vendégünk, akivel annak kapcsán beszélünk, hogy több civil szervezet nyílt levélben kérte, hogy a kampányfinanszírozás szabályain változtassanak még most időben a 2018-as választások előtt, hogy utána viszont tisztességesebben működjön majd az egész. Aztán itt lesz az SOS Gyermekfalvak gyermekvédelmi programigazgatója, abból az alkalomból, hogy most van az erőszak gyermekáldozatainak világnapja, ők pedig egy speciális programot indítanak. És a Start Plusban szó lesz a Tália Színház egy új zenés bemutatójáról, és egy román történész könyvéről, amelyben az első világháborút értékeli újra, de úgy, hogy abban arról is ír, hogy Trianon szerinte, bár a románoknak nagy szerencse volt, Magyarországgal és az erdélyekkel szemben óriási igazságtalanság. Maradjanak velünk. Köszönöm szépen. Híradóval legközelebb délután 3-4-6-kor jelentkezünk újra, akkor majd Bányai Viktor várja önöket. Velem a fórumban találkozhatnak 8:30 után. Addig is szép reggelt, a munkába iskolába indulóknak jó utat. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra.